az ellenzék legkiválóbbjai évértékelő meg évindító beszédeket tartottak, amelyekben megpróbálták elhitetni a lipsi szavazókkal, hogy csak ők válthatják meg Magyarországot, csak ők válthatják le Orbánt, mármint ezúttal nem együtt, hanem külön-külön. Mert így biztos, hogy könnyebb lesz. Legalább olyan könnyű, mint feliratkozni a csatornára, úgyhogy ha eddig nem iratkoztál fel valamiért, akkor nosza, itt az alkalom. És hogyha mindig tudni akarod, hogy mikor teszek ki új videót, nyomd meg a kis csengőt is. Mint az közismert, Orbán egy G, vagyis nyilván elég nagy gének kell lennünk, ha le akarjuk váltani. Magyarországnak mindig is egy ilyen g-típusú vezető kellett, és ez valószínűleg a jövőben se fog változni. A kérdés tehát az, hogy ki lesz elég nagy G ahhoz, hogy leváltsa Orbánt. Ki fog megfelelni a magyarok elvárásainak? Kiből lehet itt megváltó? Kiben van meg a G-faktor? a videó végén el fogom mondani, hogy szerintem kiben van meg leginkább. Addig viszont nézzük meg, hogyan zajlott a G-Faktor legújabb castingja, az ellenzéki megváltó válogató show. A versenyzők különböző színpadokon léptek fel, saját közönség előtt, és a célja mindegyik politikusnak az, hogy a végén egyedül ő vigyel a főnyereményt, az országot. Összefogásról szó sem lehet. A megváltó jálást csak egy valaki töltheti be, de vajon ki lesz az? Hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az öröm hírhozó. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, igen, én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az öröm hírhozó. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, igen, én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk Az öröm hírhozó oh, 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 oh. Schmidt Mária fiának, Ungár Péternek egyáltalán semmi köze nincsen a nerhez, mint tudjuk. Ő és a szabad szemmel nem igazán látható pártja az igazi ellenzék. És annyira ők az igazi ellenzék, hogy már azt is tudják, hogy kicsodák és mi a dolguk. Az LMP Magyarország zöld pártja, tehát az LMP egy zöld párt. Ennek az állításnak két része is van, az egyik, hogy zöld, a másik, hogy párt. Nem mondott Bakker. Hát ha ezt így nem fejtett ki nekem, akkor én soha az életben nem jövök rá, hogy az a mondat, hogy az LNP zöld párt, az azt jelenti, hogy az LNP zöld, meg hogy párt. Ha ezt kihagyod a beszédből, akkor tuti, hogy hülyén halok meg. Egyszerű a kérdés. Ki fogja a vizet, meg a termőföldet, a levegőt megvédeni azoktól, akik most el akarják adni a külföldi profitér? A válasz egyszerű, mi fogjuk magyar zöldek megtenni, mások nem is tudnák ezt megtenni. Nyilván másoknak nincs ez meg a támogatottságuk, de az LNP-ben megvan ez az erő. Az LNP meg tudja védeni a természetet. És mi ez az erő? Hát sajnos nem a szavazók, mert olyat az lnp eddig nem nagyon láttak, viszont kiváló neres kapcsolataik vannak, és ez teszi őket ilyen erőssé. Bízni kell ebben az erőben, bízni kell abban, hogyha Ungár Péter nagyon sokáig könyörög az anyukájának, hogy anyuci Léci szólja Viktor bácsinak, hogy ne vágja ki a fákat, meg küldje haza az akkumulátorgyárat, gyárat, akkor majd a Viktor bácsi belátja, hogy a Peti nek igaza van. Meg kell védeni a természetet. Amúgy kettő szempontból Ungár Péter már most megnyerte a versenyt. Ez a két szempont pedig a karizmátlanság meg az unalom. Hát ilyen végtelenül gyenge, uncsi beszédet egészen biztos, hogy egy jó ideig nem fogunk hallani egyik ellenzéki pártvezértől sem. Akkor jó egy ország, hogyha váltó gazdálkodás van. Itt nem nagyon van már váltó gazdálkodás. A politika egy ilyen törzsi csapatsportá vált, vannak moralizáló picsogások, különböző önsóhajtozások, de valódi verseny már nincs. Nem picsogni kő meg moralizálni, hanem rohadt unalmas beszédet kő mondani. Így lehet Orbánt legyőzni szerintem nem elég két mondatos mondatokat kiírni arról, hogy milyen rossz a miniszterelnök, és őszintén, ha keresztnevén szólítjuk a miniszterelnököt, attól sem leszünk kemény emberek. Nem elég két mondatot mondani arról, hogy milyen rossz az Orbán Viktor, hanem sokkal több mondatot kell mondani arról, hogy miért mégsem olyan rossz, mert hát végül is nem véletlenül van megint kétharmad. Nem azért van két kétharmad, mert a vezér törvényesen csalja el a választásokat egymás után, hanem mert talán ez a rendszer nem is olyan rossz, mint amit eddig gondoltunk róla. Hát nem az a dolga az ellenzéknek, hogy keményen kritizáljon, hanem az, hogy megértse, hogy miért nem olyan nagyon rossz az Orbán Viktor. Nem keménykedni kell, hanem minden erőnkkel puhának kell lenni. Olyannak, mint ez a beszéd. Most jön az a bejelentés, amit ezen a héten sokan várnak, mindenki bejelent valamit. Mi annyit tudunk bejelenteni, hogy nem lesz miniszterelnök jelöltünk, birodalmi vezérünk, nem fogunk spirituális vezetőt és sámánt állítani, és hát szomorúan azt is el kell mondanom, hogy sem smukkersébet, sem én nem fogunk elindulni az állarcos énekes következő évadán. Hát nagy kár, hogy nem indultok az állarcos énekesben, mert abban valószínűleg több sikeretek lenne, mint a politikában. Egészen biztosan többen szavaznának rátok. Ha a következő évben elérjük, hogy újra ezrek tüntessenek azért, hogy Budapesten ne lehessen fákat kivágni, ha elérjük azt, hogy összefogva a győr-szentiváni, fóti vagy debreceni civilekkel meg tudjuk óvni a magyar környezetet, ha el tudjuk érni azt, hogy a kormány elmehibban 12 km-es szélkerekeket szél tiltó rendelkezést megszüntessük, akkor már nyerni fogunk. Nem ettől sajnos még nem fogtok nyerni, ha egyáltalán sikerül ezeket a célokat elérni. Állítólag eddig is ezekért a célokért küzdöttetek, és eddig se sikerült nagyon szavazókat szerezni. Akkor most mitől szavazna rátok bárki is? És nem csak az a baj, hogy unalmasak és tehetségtelenek vagytok. A legnagyobb baj az, hogy hiányzik belőletek a G-faktor is, ami a lényeg. Legalább genyók lennétek, de nem, ez se akar összejönni, pedig már megtanulhatátok volna, hogy Magyarországon így lehet érvényesülni. Legalábbis ez az egyik módja. Orbán Viktornak nagyon szépen bejött. Az a baj, kedves lmp hogy se elég tehetségesek nem vagytok, se elég genyók, így meg nehéz. Kevesek vagytok, mint a borra való, hiányzik belőletek a G-faktor. Ez sajnos négy nem. Nem, 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 és várjál, nem. Remélem, Ungár Péter beszélén még senki nem aludt el, ugyanis most jönnek csak az igazi izgalmak. Bizony. Jön a Momentum, a Jövő pártja, és jön Donát Anna, akiről meg kiderült, hogy ő Donát Anna. Donát Anna megjött, itt van, pontosabban itt lesz. A Momentum nem sokára leváltja a kormányt, mindjárt tényleg, mindjárt leváltja. Már nem kell sokat várni, tényleg. Mindjárt jön a momentum, és mindent megváltoztat. már csak 15-20 év, és felnőnek a srácok a feladathoz, már csak 15-20 év, és a Jóisten jó voltából távoznak közülünk a DK idős szavazói, és akkor jönnek ők, a fiatalok, jönnek mindjárt. Át is adom a szót Gelencsér Ferencnek, a Momentum elnökének. Hogy megváltozott a Gelencsér Ferenc? Hát tisztára úgy néz ki, mint a Donát Anna, nem? Hát de most komolyan, ha Gelencsér Ferenc megy ki beszédet mondani, aki ráadásul a párt elnöke, ami azért egy elég fontos pozíció, akkor miért a Donát Anna képét kell kirakni? A mi küldetésünk egyértelmű. Próbálkoznunk kell tovább. Hú, de komoly ambíciók. Gyerekek, az a feladat, hogy próbálkozzunk, és hogyha kitartóan próbálkozunk, akkor már tulajdonképpen nyertünk is. Mennünk kell előre, mert ez a mi küldetésünk, és mert ez a mi felelősségünk. Hiszen ha mi nem csináljuk meg, akkor senki nem fogja. Csak a momentum. Semmi és senki más. Csak mi. Majd mi egyedül megoldjuk, jó? És ehhez van egy megváltónk is, Donát Anna, aki az utóbbi időben nagyon sokat változott külsőleg még hozzá az előnyére, hiszen nemrég annyira más volt, hogy fel se lehetett ismerni, nem volt neki szeme, szája, óra se, most meg van. Mondjuk azt lehetett rajta látni, hogy fehér, meg nő, de sokkal többet nem. A politikában nincs messiás. Azt mondja a messiás, hogy ő nincsen is. Na hát, az önjelölt megváltó a helyett dolgozni kell. El kell végezni a munkát. El kell kezdenünk a munkát. Na most akkor eddig nem dolgoztatok, vagy mi? Mi az, hogy el kell kezdeni a munkát? Eddig mit csináltatok, tündérkéim? Aki ma ellenzéki szereplőként azonnali nagy eredményeket ígér, az nem őszinte veletek. Az pedig, aki a, a magyar kormány idő előtti leváltását ígérgeti, az hazudik. reggel, éjjel, meg este. Mi az, hogy reggel, éjjel, meg este? Mire tetszik itt célozgatni? Ugye hazudok? Mondjuk hazudtam. Ki kell menni a fényre. Vállalni kell magunkat, mert a hűsárnyékból nem lehet kormányt buktatni. Mi ez már megint? Mi az az árnyékozás, kérem szépen? Csak nem az árnyék kormányjal van baj az LP képviselő asszonynak? Mi a baj vele? az árnyék kormány Magyarország összes problémáját már rég megoldotta, csak senki nem vette észre. Mert mindez az árnyékban történt. Ennek a rendszernek is vége lesz. Ahogy a Horti korszaknak is vége lesz. Ahogy a Rákosi korszaknak is vége lett. Ahogy a Kádár korszaknak is vége lett. Ennek is vége lesz. Mi pedig itt leszünk. Készek leszünk. Felkészültek leszünk, hogy egy új útra vezessük Magyarországot. Donát Annának igaza van. A momentumosok itt lesznek, hiszen ők, fiatalok, 15-20 vagy inkább 40 év múlva, amikor Orbán Viktor megbukik, ők még fognak élni. Hát csak ezt meg kell várni. Nem tudjuk, hogy mikor és hogyan lesz ennek vége. Csak azt tudjuk, hogy hazugságokra épül, és ezért össze fog omlani. Nem, Anna, nem tévedel. Minél több a kamu, a vitya annál erősebb. Ne tessék már összekeverni Magyarországot Európával, nálunk kiválóan működnek a hazugságok. Az első, amit meg kell tennünk, és talán a legfontosabb, egyszerűnek tűnik, de mégsem az. Másképp kell bánnunk egymással. Másképp kell viszonyulnunk egymáshoz. Persze könnyű azt mondani, hogy legyünk szolidárisak egymással. A politikában mindenki ezt az ászla jár, a zászlajára tűzi, mindenki szeret dobálózni ezzel a szóval. És mégsem történik semmi. A politikai gyűlölködés, a politikai önzés a hétköznapok részévé vált. És ez elsősorban a politikusok felelőssége. Megvan a megoldás, nem kell gyűlölködni, hanem szeressük egymást. Ez ilyen baromi egyszerű. Szeressük egymás gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy momentum a nagy világon nincs. A ner majd úgy is tova száll, a hatalom ránk vár. Szeressük egymás gyerekek, hisz minden pe momentumért kár. Nehogy félreértsen bárki, baromi szépeket mondott a Donát Anna, hogy a többi messiás jelölt is amiben nem kötöttem bele, abba azért nem kötöttem bele, mert azzal nagyjából egyet is értek. Csak valahogy én ezt egy picit kevésnek érzem. Szeressük egymást, menjünk vidékre, beszélgessünk a emberekkel, csak a mi pártunk tudja leváltani a nert. Hát ezekért a gondolatokért nem biztos, hogy érdemes volt beszéveket mondani. Általánosságok hangoztak el, meg volt némi identitáskeresés, valamint kimondták, hogy nem fogunk össze ha jól értettem, akkor nem, hogy gyurcsányal nem, hanem, hogy senkivel. Mert majd mi egyedül leváltjuk a vezért. Hát sok sikert. Az a baj, hogy bár nagyon sok mindennel tudok azonosulni, amit például Donát Anna mondott, de sajnos ő sem elég genyó, legalább genyó lenne, de nem az, mert hogy ilyeneket mondott. Minél nehezebb valakinek a sorsa, annál több együttérzéssel kell fordulnunk felé. Annál inkább számíthat a segítségünkre. Nem elítélni, megítélni, hanem megérteni kell az embereket. Az évbérért dolgozó tanárokat. A saját lakás esélye nélkül hónapra hónapra élő 20 éveseket. A szülőt, aki egyéni fejlesztést igénylő gyermekének nem talál vagy iskolát. Az átlag nyugdíjból megélni képtelen nyugdíjast. A gyermekét egyedül nevelő anyákat és apákat a segítségre szorulókat nem kioktatni, nem kioktatásra van szükségük, hanem emberséges bánásmódra. Emberséges bánásmód? Hogy micsoda? Hát Anna, szerinted a magyarok erre vevők? Érdekel ez bárkit ebben az országban? Meg tudjuk venni emberséggel az angolokat 4 0 -ra? Például. Vagy ki tudunk osztani az EU-nak sallereket emberséggel? Fel tudunk halmozni közpénzből vagyonokat emberséggel? Lehet kastélyokat és stadionokat emberségből építeni? Az emberségből nem lesz ország Anna, az emberségből csak lipsi jó emberkedés lesz. És ez mifelénk a kutyát nem érdekli. Anna, te sem vagy elég jó, ez a probléma. Belőled is hiányzik a G-faktor, talán belőled leginkább. Ez van. Hiányzik valami, tudod? Hiányzik a fűszer, egy olyan magyaros paprikás öntet, egy olyan jó kis autoriter hími egy szósz. Az kell ebbe az országba, az mindig megtermékenyíti ezt a közeget. Anna, ez négy nem. Te is kiestél. A legjobbat a végére hagytam. Jön a Feri, A Feri kicsit dáthás volt, meg enervált, de ő még így is a Feri. Azért ő egy valódi politikusna, benne van a G-faktor. Én ezeknek az embereknek, az őket képviselő szervezeteknek, pártjaiknak azt tudom ajánlani a Demokratikus Koalíció nevében, hogy egyetlen egy stratégiai magatartás van, ez a teljes szembenállás a kormányjal, és teljes azonosulás a hazával. Valamint teljes belépés a DK-ba. Valójában ez az ajánlat. Hagyd ott a pártodat és csatlakozza a Várunk minden kedves árulót sok szeretettel. Minden lehetséges, törvényes eszközzel fel kell lépni annak érdekében, hogy gyengítsük ezt a kormányt. Nekünk az a dolgunk, hogy gyengítsük ezt a kormányt. Meg esetleg meg is lehetett volna próbálni megbuktatni tavaly. Lehetett volna kampányolni is egy kicsit, nem? Csak annak az lett volna mondjuk az ára, hogy MZP-ből miniszterelnök lett volna, ami nagyon nem jött volna jól a dk -nak. Nem ellenzéke vagyunk mi ennek a kormánynak, hanem ellenfele. Vagy inkább segítője, támasza, utolsó mencsvára a bajban. Szerintem, ami a. Ma iskolának legfontosabb dolga az a kíváncsiság. Ha a gyerek kíváncsi lesz, vagy kíváncsi marad, ha kérdez, ha próbál érteni, akkor a gyerek messzire fog tudni jutni a maga világában. Én például egy olyan gyerek vagyok, a Dév, aki nagyon szeretne messzire jutni a maga világában. Én nagyon kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok például arra, hogy hogyan tud Orbán Viktor folyamatosan választást nyerni a gyurcsányozással. Nagyon szeretném megérteni, hogy hogyan maradhat ilyen hosszú időn keresztül sikeres egy politikus, aki bevallotta, hogy hazudott, aki egy választási kampányban elfelejt kampányolni, amikor ez nem áll érdekében, és aki egy szemében biztosítani tudja a Fidesz kétharmadát a puszta jelenlétével újra és újra? nagyon kíváncsi vagyok erre. A DK pár hónappal ezelőtt árnyékkormányt állított Dobrev Klára vezetésével. Szerintem helyesen tettük mind a kettőt. Azt is, hogy árnyékkormányt állítottunk, és azt is, hogy Dobrev Klárát kértük meg, hogy ezt vezesse. Azt gondolom, hogy a, ez az árnyék kormány a holnap Magyarországának a reménye. Az a remény, hogy van, akire lehet számítani. Mert neked is jár tisztességes bér. Ezt most a Dobrev Klárának mondja a Feri, hogy neked is jár tisztességes bér? Mondjuk biztos jól lehet keresni árnyék miniszterelnökként, gondolom baromi sok árnyék 20 es jár ezért a melóért. Biztos, hogy meg lehet venni belőle nagyon drága cuccoknak a nagyon drága árnyékát. Nálam a G-faktort egyetemen Gyurcsány Ferenc nyerte, ha nem is ez volt élete legjobb beszéde, mert az összödön hangzott el, azért a Feri az Feri. Ez az ember már bebizonyította, hogy alkalmas az ország vezetésére, hiszen képes hazudozni mesterfokon. A Feri tud genyó is lenni, és ez nagyon kell, erre gerjed a magyar. És ez látszik a számokból is, világosan látszik még az árnyékban is, hogy a genyóság népszerűséget hoz. Persze, van még teendő bőven. Egyelőre annyival népszerűbb a Fidesz a DK-nál, amennyivel genyobb Orbán Gyurcsánynál. Amennyivel több benne a G-faktor. Ezért felikém, a feladat világos, mint az árnyék. Tessék még genyobbnak lenni. Még több hazugság, még több igelgetés, és hogyha majd hatalomra kerülsz, akkor még több gumilövedék. Még több genyóskodás kell, és akkor Orbán bukni fog. Ti pedig nézzetek még több videót itt a csatornán, mert én is nagy genyó vagyok, bennem is otthon van a g legalábbis nagyon igyekszem. De hogyha nem is néztek minden nap, egész nap a videókat, ami egyébként nem egy olyan nagyon rossz időtöltés, ezt a DKTV-ről szóló videót itt alattam, mindenképpen nézzétek meg, ha még nem láttátok. Pusz!